megérkeztünk Ukrajnába, Kárpátaljára, Szójva községbe, ahol több mint 300 ukrán, belső ukrajnai menekült család él. Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatójával együtt, Rózsa Dáviddal és kollégáival bejöttünk ide, és könyvet is hoztunk, szellemi táplálékot. Ukrajnában ugyanis ma van Szent Miklós napja. És hát nagyon-nagyon örültek a gyermekek annak is, amit az Országos Széchenyi Könyvtár munkavállalói küldtek, ennek a sok filctollnak, ceruzának, rajzlapnak, ugyanis ezáltal le tudják rajzolni a kívánságaikat, amit szeretnének majd a jövő évben, azt gondolom, egy békés Ukrajnát, és azt gondolom, hogy ezáltal lehetőségük lesz arra, lefoglalják magukat, és megmutassák, hogy mi van a szívükben, a lelkükben, azt a sok szépséget. Igen, mert két ládán ibizdi van, de ez még megy a Máltához. Jó.